5 különböző sportágban 5 napon át versenyeznek az 5 tusázók. Sorsolással döntik el, hogy az első számban kinek melyik ló jut. A tereplovaglás számában mindössze 15 perc áll rendelkezésre a ló megismerése és a bemelegítés céljára. Az öttusa az egyik legeredményesebb magyar sportág. Öttusázóink évek óta sorra nyerik az olimpiai és világbajnokságokat. Ehhez már lovas tudásuk is hozzásegíti őket. Most Balczó András lovagol. A tereplovaglás távja 2500-4000 méter. A pályán 15-20 akadályt állítanak fel, ezek magassága 90-100 cm. A lovaglás eredményét úgy számítják, hogy a percenként 500 méter gyorsaságú hiba nélküli lovaglásért 1000 pont jár. A második szám a párbajtőrvívás jellegzetessége, hogy mindenki vív egymás ellen, de egy-egy mérkőzés mindössze egy találatig tart. A mérkőzések 75%-ának megnyeréséért 1000 pont jár. Dr. Török Ferenc a lőállásban. 4 sorozatban 5-5 lövést adnak le, egy-egy sorozatra mindössze 3 másodperc áll a rendelkezésre. 20 lövés dönti el az eredmény sorrendet. 1000 pontot az kap, aki 195 kört lőtt. Ehhez képest körönként 22 pont plusz, illetve mínusz jár. A negyedik napon kerül sor a 300 méteres úszásra. Mindenki olyan úszásnemben versenyezhet, amilyenben akar. Az öttusázók csoportokba osztva időfutamokban úsznak. Itt a 4 perces időeredményért 1000 pont jár. Másodpercenként 4-4 pont a különbség. A terepfutás hossza 4000 méter. Most Móna István a magyar csapat harmadik tagja fut. Aki 1000 pontot akar szerezni, annak 15 perc alatt kell lefutni ezt a távot. Ebben a számban a pálya szakaszai között körülbelül 100 méter a szint különbség, és a versenyzőket 1 perces időközönként egyenként indítják. A verseny végén összeadják egy-egy versenyző 5 számban elért pontjait. A csapat egész fennállása alatt veretlen maradt, és tulajdonképpen valamennyiünknek, én gondolom, független attól, hogy ki merre indult el azóta és hová jutott. Ezek az együtt töltött évek, ezek nagyon szép és komoly emlékek. Ha valaki leül és magába utána gondolom, most ezt nem tudom, hogy mindenki mondja, nem mondja, de szóval nekem ez egy meghatározó dolog volt. És azért 6 évig veretlennek maradni, illetve végig, mert mi soha nem kaptunk ki, ez azt hiszem egy elég jó teljesítménynek számít. A magyar sportújságírók minden évben eldöntik, ki volt az év legjobb magyar sportolója. 1963-ban a férfiak közül Veres Győző került az első helyre. Rejtő Ildikó, a női tőrvívás világbajnoka, az év legjobb női sportolója. A világbajnokságot nyert Török Ferenc, Balczó András, Móna István öttusa válogatott, a csapatok között a legelső. Az ezüst serleg mellé emlékplakettet kaptak az elmúlt év legjobb magyar sportolói. Ezt a három fiatalembert már láttuk az elmúlt napokban az újságok képei közt, lovon, pisztollyal a kézben, ezúttal a televízió a gyerekmedencébe találta meg az öttusa válogatott tagjait a sportuszadában. Egy-egy szóra még, hogyha ide fáradnátok az elutazás előtt, elsősorban dr. Török Ferencet arról, hogy milyen formában van a társaság. Hát ez egy elég nehéz kérdés. Ugyanis az utóbbi 2-3 hét lovas edzései nagyon erősek voltak, és ez nagyon igénybe vette az egész társaságot, az egész csapatot. Úgyhogy különösen a vívásnál, futásnál érezzük az erős lovas edzéseket, és ez bizony egy kis fáradtságot jelent számunkra. Hogy ezt a világbajnokságig ki tudjuk-e pihenni, ez majd elválik. Reménykedem abban, hogy az első 6 között fogok végezni. A mezőny erős lesz. 3 szovjet versenyző, a 2 magyar versenyző lesz a gondolom legerősebb ellenfelem. Bízom abban, hogy a csapatban jól fogunk szerepelni. Móna, aki híres, szűkszavú ember, talán még egy búcsú mondatot, mielőtt holnap gépre szállnak, egy kicsit fáradj közelebb. Reméljük nem fogjuk elrontani a lovaglást, és akkor nyugodtan versenyezhetünk a többi számba. Miért jelentősebb ezúttal a lovaglás? Lényegesen nehezebb a lovaspálya, és szerintem sokkal nagyobb hibákat lehet véteni, és nagyobb pontkülönbségek fognak előfordulni, mint például Tokióban, ahogy történt. Amikor az egész mezőn jól lovagol.
Köszönöm szépen, és jó utat kívánunk. Belátó megtelt szurkolókkal. A televízió is adásra kész. A nagy ellenfél csapatából Legnyev lovagol elsőnek. Gyenge lovas teljesítményét a 13-as startszám sem menti. Eredménye meglepetésen 0 pont. Ez bizonyítja, hogy a rendezők nehéz, kombinatív és magas követelményű pályát építettek, ahol feltétlenül érvényesülnie kell a jobb lovas tudásnak. Tizenötödiknek startol Török Ferenc doktor olimpiai bajnokunk. Az első kombinációt ragyogóan vette. Rendületes, szép pályát lovagol, együtt van lovával, kiváló teljesítmény nyújt. Pontszáma 1040. A szovjet csapat második embere Makájev vág neki a lovaspályán. Bátor, határozott lovaglással, Legyev 0 pontos teljesítménye után az egyéni jó helyezésre törekszik. De csak 795 pontot ér el. A nagy ellenfél Igor Novikov ismét bizonyított. 42-nek indul a magyar csapatból Móna István Jugó nevű lován. Jugó nem sok jóval biztatott, mert az első fordulóban a csehszlovák polákkal a hátán csak 360 pontra telt erejéből. Móna Pista nem ijedt meg Jugó rossz hírétől. Keményen, határozottan, s ha kellett, erőszakosan lovagolt. Ezt viszont sokszor kellett. Végül 985 pontos teljesítménye, nagy lépés előre a csapat szempontjából. Balcó András a magyar csapat utolsó embere a nyeregben. Csak neki is sikerüljön. Biztonságosan lovagol, nem kockáztat. Sikerül! 980 pont! Felengedett a szorongás a magyar táborban. Gyors számolás. A magyar csapat teljesítménye 3005 pont. 1280 ponttal elhúztunk a szovjet együttestől. Török Ferenc doktor lovaglásban harmadik, ezzel megkezdődött a magyarok szereplése a dobogón. Az ötusa maratoni száma a párbaj törvívás. A Lipcsei Testnevelési Főiskola nőttermében reggel 8-tól este 9-ig tartott. Az egymás elleni asszók után a japán csapat volt az első ellenfelünk. Nehéz küzdelem árán csak 5-4-re nyertünk. Móna a komolyabb erőt képviselő lengyel együttes második embere Csezsehovszki ellen áll fel. Balcó indul küzdelemre. Sajnos a lengyel Paskiewicz nyeri az asszót. Végeredményben csapatunk 6-3-ra győz. A küzdelem sorozat az NDK együttesével folytatódik. Grosse török összecsapás. Győz Török Feri.
Balcó Lüderitz. Kis tapogatózás. Gyors támadás, győz Balcó! A kezdeti feszültség már felengedett, fölényes 7-2-es győzelem. A küzdelem sorozat legnagyobb eseménye a magyar-szovjet találkozó. A jó hírekről közvetlenül értesül a magyar szurkoló tábor. Az első asszó Legnyev Balcó. Győz Balcó, megvan az első. A következő pár Móna Makájev. Villámgyors térszúrás, győz Móna, és itt a második. Novikov és dr. Török Ferenc. Elcsendesedett a nézőtér. Hosszú tempókeresés. Török doktor lerohanó támadása védve, Novikov szépített. Móna Novikov asszó. Móna Pista nem respektálja nagynevű ellenfelét. Második szándékú támadása ül, ezzel 6-3 a javunkra. Lövészet. Az idegek küzdelme, hiszen ebben a számban még minden lehetséges. A magyarok közül Balcó András került először lőállásba. A tőle megszokott biztonsággal versenyez. Eredménye 194 kör, 1000 pontos teljesítmény. A négyszeres világbajnok Novikov látszólag ideges. Adler a németek reménysége. Török Ferenc doktor mosolygós arca talán csak látszott. Mekken türelmetlen. Lövésre kész. Török doktor eredménye halványabb a vártnál, így nagy ellenfele Novikov felzárkózott az első helyre. Készülődés az utolsó sorozatra. A magyarok közül Móna áll lőállásba. A fotós is lövésre kész. Móna első két sorozata 49-48-ra sikerült. Gyenge harmadik sorozata ellenére 191 kört lőtt. Magyar csapat a három szám után fölényesen tartja első helyét. A szovjet-magyar párharc a vízben is folytatódott. Az első futamban Móna Novikovval vív nagy harcot. Méterig Novikov vezet.
Az utolsó 100 méteren Móna fergeteges hajrába kezd, és kiváló idővel 3 perc 47,4 másodperccel győz. Ideális körülmények között ragyogó napsütésben került sor az öttusa világbajnokság befejező számára a terepfutásra. 4000 méter hosszú 100 méter szintkülönbségű pályát jelöltek ki a stadion közelében a lelátók oldalában. A magyarok közül Móna rajtol. Majd Novikov követi. Az első indulók már befutnak. Legnyev jó időt futott, 13 perc 26 másodpercet. A japán Fujita szemmel láthatóan elfáradt. Rajtól a német Adler. Móna feltűnik a célegyenesben. Rossz időbeosztással alaposan kifutotta magát. Szúrással is küszködött. Török doktor vág neki a távnak. A második és harmadik helyért a szovjet és az MDK csapata áldás küzdelmet vív. Balcó András a végső győzelem felé rajtol. Török doktor kiváló idővel 13 perc 16,8 másodperccel ér a célba, de erejéből többre is tellett volna. Indul a svéd William Ball. Feltűnik a célban Makájev, majd a nyugatnémet Frinks. És most jön az MDK legjobb versenyzője Grosse. Balcó András rendkívüli nagy idővel érkezik célba. 12 perc 37 másodperccel nyeri a futást. Ezzel ismét ő a világbajnok. Pihenésre nincs idő, nyilatkozni kell a hazai szurkolótábornak. És elérkezett a nagy pillanat, eredményhirdetés. Felnőtt egyéni világbajnok Balcó András csapatban ismét Magyarország. Négyszer szólalt meg a magyar himnusz, négyszer csúszott magasba a magyar zászló. Szép emlékekkel búcsúzunk Lipcsétől, a számunkra ragyogó sikereket hozó öttusa világbajnokságtól. Török Ferenc doktor, Tokió olimpiai bajnoka. Móna István a nagyhármas alapító tagja. És Balcó András, ötszörös világbajnok, minden idők legnagyobb öttusázója. Hármasban 4 olimpiai és 17 világbajnoki aranyérem tulajdonosai. Mi 4 megnyert világbajnokság terhével indultunk az olimpián, és meg kell mondanom, hogy ha ezt az olimpiai bajnokságot nem nyertük volna meg a csapat, akkor biztos, hogy úgy éreztük volna mindannyian, hogy az a 4 világbajnokság semmit nem ért. A legnagyobb ellenfelemnek a szovjet versenyzőket tartom. Szándékosan nem említettem Balcó Bandit és Móna Pistát, mert ők nem ellenfeleim, ők barátaim és csapattársaim. A csapat nagyon együtt volt, szóval hangulatilag, barátilag egy baráti társaság volt. Az utolsó évben pont az olimpia terhe miatt Balcó egy kicsit magába fordult, és nem volt a csapatban az az összhang. Na most ennek, ez elsőben neki volt kellemetlen, olyan plusz terhet vett magára,
ami neki nem volt jó, mert neki nagyon jót tett mindig az, hogy a mi környezetünkben egy kicsit felszabadultabb volt, mert ő hajlamos volt erre, hogy spekulált olyan dolgokon, amiket nem kellett volna, körünkbe feloldódott jobban. Na most az olimpián ő maximálisan rá akart koncentrálni, és ebből az lett, hogy egy kicsit túl kompenzálta, hogy azt mondani szokás. Például amikor megérkeztünk az olimpiára, az volt az első ténykedés, hogy bement a városba, vett egy csomó fekete papírt. A fekete papírral a szobája összes nyílását az ajtón kívül mindent leragasztott, úgyhogy az a szoba olyan volt, mint egy kripta. A Bodnár Jancsival lakott a tartalékkal, ott csak az ajtót lehetett kinyitni, abban a szobában 3 hétig ablakot ki nem nyitottak, ott semmit. Fekete szobában lakott 3 hétig. Mindent erre tettünk föl, erre a csapatgyőzelemre, hogy ez majd meghozza a jó eredmény, a jó egyéni eredményt is. De nagyon balszerencsésen sorsoltam, mint kiderült, egy olyan lovat, amelyik nem tudott körbe menni a lovaspályán, rendre felbukott, és 0 pontot mentek vele a lovasai. Egyetlen egy feladatom volt, hogy a magyar csapatot versenybe tartsam, és körbe menjen a ló a pályán. Így 9 verőhiba, és nagyon sok verőhibával 920 pontot lovagoltam. A következő fordulóban, aki ment a lóval, 0 pontot lovagolt, nem tudta abszolválni a pályát. Ezzel az én egyéni esélyeim tulajdonképpen elszálltak, viszont a csapatverseny még át. Igaz, hogy a szovjet csapat több mint 250 pontos erőnyhez jutott, és akkor egy nagyon kulcsfontosságú vívás következett, ahol vagy rá tudjuk verni a szovjet csapatra ezt a hátrányt, vagy sem. Egy csodálatos nap volt, amit nem fog soha elfelejteni, de nagyon nagy különbséggel nyertük a vívást. Egy nagyon kis apró kis epizód, hogy a sorsolás úgy hozta, hogy mi az utolsó fordulókban a bulgárokkal vívtuk, a szovjet már befejezte a versenyt, tehát, és akkor egy vagy két győzelemmel volt csak jobb a magyar csapat, de még a bulgára szó hátra voltak. Egy 9-0-ás győzelem az nagyon megrendítette volna a csapatot, ezt tudták a szovjetek is, és 50 dollárt ígértek minden azt ért a bulgároknak, hogy jelenünk nyernek. Hát nem nagyon sikerült nekünk, mert mi 9-0-ra megnyertük ezt a találkozót, és 560 pontot, ami borzasztó nagy különbség, azzal nyertük ezt a vívó csapat versenyt, és akkor tulajdonképpen el is dőlt ez a verseny, hiszen lövészetben, úszásban, futásban mi tudtuk tartani a szovjeteket, és hát akkor tulajdonképpen egy nagyon sima csapat győzelem volt, és hát ezt az aranyat is bekasszíroztuk. Sajnáltuk, hogy Balco Bandi nem tudott akkor nyerni. A vívás volt az, ahol tulajdonképpen volt egy ilyen kritikus időszak, amikor nem ment neki a vívás. Abból aztán kikászálódott, ez az első harmad vége felé volt, és összeszedte magát, de ezen az egyéni elúszott. Most a csapat az olyan, hogy ez a csapat ez nagyon sokat elbírt. Ez a csapat azt is elbírta, hogy ő egy kicsit gyengébben vívott, az egyéni versenyét ez nem bírta el, tehát az egyénit ezen elvesztett. Csapatnak is, nekem is életünk legnehezebb versenye volt, és végül is a futáson dőlt el, igen kemény és kegyetlen körülmények között, mert nagyon nehéz pálya volt magaslaton. Szinte centiméterre el tudnám mesélni a pályát. Ment 2000 méterig fölfelé nagyjából, utána egy darabig jött lefelé, utána megint egy irgalmatlan kemény emelkedő volt, és egy igen kemény 4-500 méteres befutó. A csapat mind a 3 tagja helytállt, tartani tudtuk a szovjet csapatot, és meg tudtuk nyerni az olimpiát. Ki fáradt el a legjobban ebben a 3-asban, ezen az olimpián? A Feri. Feri volt a legidősebb, őt nagyon igénybe vette a magaslat, és ez volt az egyetlen olyan nagy verseny, ahol én futásba megvertem. Szóval ott én hoztam azt a futást, amit neki kellett volna, és ő pedig valamivel gyengébben futott. De ő akkor már 33 éves volt, és magaslaton. A másik rész végén egy apróság, de kérdeztél ilyet, hogy mondjak. Mi együtt edzettünk az utolsó, hát sokat, de az utolsó 2-3 hétben néhány edzést együtt futottam a Ferivel, aki gyakorlatilag jobb futó volt, mint én. És volt egy olyan utolsó erős edzésünk, amikor volt egy 7 perceket futottunk, ami az volt, hogy 7 percet futottunk végig fölfelé, azt ő nagyon keményen meghúzta, és én végigmentem vele, ami nekem nagyon erős volt, utána ugyanez kis pihenővel lefelé, és ő még egyszer megfutotta fölfelé. Akkor azt mondtam, hogy Feri, sok lesz, és én ezt nem csinálom,
és akkor én valami más jellegű munkát futottam. Még szerintem ez őt egy kicsit kikészítette. Szóval túlzott lelkiismeretességgel egy kicsit futásba szerintem túledzett ott maga. 29-es a rajtszáma dr. Török Ferencnek, a tókiói olimpia bajnokának. A 4000 méterre 14 perc, 15 másodperc volt a kitűzött szint, ezért adtak 1000 pontot. Ha ezt valaki egy másodperccel túl teljesítette, plusz 3 pontot kapott. Ha egy másodperccel kevesebbet futott, 3 pontot levontak teljesítményéből. Török teljesen kifutva érkezett a célba. Azt tudom, hogy a pályán mikor, hol, ki drukkolt, ki mit mondott be, időt. Hát az első időt, 1000 méteren a Rerik Béla állt, aki a svéd csapat edzője volt akkor is, és nekünk nagyon jó barátunk. Az rettentő ideges volt, az néhány bíztató szót mondott, még magam úgy mosolyogtam is. 2000-nél mondták be a Lednyevhez az időmet, ami 10 másodperccel volt nálam jobb, és akkor tudtam, hogy én már fogom hozni azt, amit nekem kell, mert a hátralévő részt biztos voltam benne, hogy tartani fogom. Tartottam is. 30-as Móna István. A magyar csapat, a nagy ellenfél, a szovjet csapat versenyzői után indult, és ez nagyban segítette a fiúkat ahhoz, hogy végül olimpiai aranyérmet szerezenek. Móna is, hasonlóan Törökhöz, teljesen kifutotta magát. 847 pontot ért el, végül összetettben 4714 pontot ért el. A kemény emelkedőn a végén, ott a Bodnár Jancsék álltak, a Bodnár volt a tartalék, ott állt szinte az egész magyar tábor, és ott végigbuzdították az embert fölfelé, az egy borzalmas emelkedő volt. Utána még volt egy 3-400 méter, hát az valahogy elmúlt. Baltó András következik. Rajtszáma 28-as. Baltó nagyszerűen versenyzett, úgy, ahogy megszoktuk tőle. Elsősorban neki köszönhető, hogy Török doktort és Mónát a dobogó legmagasabb fokára segítette. Nagyszerűen futott, és végül Kucske mögött a futásban a második helyet szerezte meg, 14 perc 7,2 másodpercet ért el, összesen 1024 pontot szerzett. És mint később kiderült, ez sem volt elég. Baltó, Móna és Török a dobogó legmagasabb fokán. Második olimpiai aranyérmünket tehát az öttusa csapat szerezte, és Csanádi Árpád, a NOB magyar tagja, először dr. Török Ferencet köszönti, majd Balszó Andrást, és végül dr. Móna Istvánt.